Az első kérdésem az lenne, hogy mi Jócsényi teljes neve? Gál Istvánné, és Sárkány Jolán voltam. Sárkány Jócsénak hívnak mindig, és azért mondom azt, hogy Jócsénéni, mert hát már 70 éves vagyok, már Jócsénéni lettek. Mikor vett kezébe először kamerát? 96-ban. Igen, és hogy jött az ötlet a videózáshoz? Az csak úgy jött, hogy veszünk egy kamerát, és akkor mindent fölvettünk le. Az ég adta a világon, a főzéstől kezdve a takarításig, a festésig, mindent. Akkor már rátettük a számítógép, és akkor szépen megvártam, és akkor abból csináltam filmeket. Uh-huh. És arra tetszik emlékezni, hogy mi volt az első videónak a témája, amit csináltam csinálni? A Gárdonyi nyaralóban, amikor beköltöztünk, az volt az első. Uh-huh. És ugye olvastam az interneten, hogy YouTube csatornája majdnem 1400 követője van. Igen. És hogy hívták sajtótájékoztatóra, képzésre. Igen, igen. És a Music FM stúdiójába is, és több cikk is megjelent önről. És hogy tud együtt élni ezzel a hírnévvel? Azt nem tudom. Milyen érzés az, hogy jó érzés. Főleg az, hogy ilyen időskorban az embert, hogy tudok másoknak is mondani, hogy nem szabad leírni az embernek magát. Én már ezt nem tudom, hanem azt tudom, ezt még 70 éves korban is lehet csinálni, és az agyamat fejlesztem bele ezzel. És a YouTube-on kívül esetleg valamilyen másik közösségi média felületen fent van? Mint például a Facebook? Nem, a Facebookon fent vagyok, a Facebookon. Akkor meg bennem is fejlesztek. Jó, és van esetleg valami különleges álma, hogy mire szeretném nagyon videót készíteni még? Hát nincsen a különleges, már nincsen, hanem ami jön egy téma, az hirtelen nyilvre jön egy valami ötlet, akkor azt megcsinálom. Már mindent megcsináltam tulajdonképpen. Jó, és az utolsó kérdésem, hogy hogyan érezte magát itt nálunk az X-Videon, és mi a vélemény erről az egész? Nagyon jól éreztem magamat, és tényleg nagyon jó, hogy ilyen tanfolyamot indítanak időseknek, nem csak mert a fiatalnak, hanem könnyű, mert tanul sok helyen, de az idősebbeknek már nagyon nehéz. Bár akkor lehetett volna valamilyen tanfolyamra menni, de nem volt, én csak magamtól tanultam meg. Rendben, igazából ennyi is lett volna. Köszönöm szépen a választ.